Önök a Dunaföldvár Televízió május 26-ai adását látják. Jó estét kívánok! A Földvár Mozaik ma esti témái a következők lesznek. Fokozott külterületi elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet a rendőrség. Intézkedtünk, intézkedés alá vontunk, fogtunk elkövetőket külterületen. Hogy miért említeném ezt, ugye jön a betakarítási szezon, kérnék arra mindenkit, aki ott közlekedik, földjei vannak, gazdálkodik, polgárőrökkel, rendőrökkel, mezőrökkel kapcsolatban van, hogy figyeljen, járjon nyitott szemmel. Nagyon sok idegen személy járja a határt. A Vöröskereszt Dunaföldvári csoportja a szervezet világnapjára emlékezett. Egy kicsit családiasra is sikerült ez a dolog. Most voltak az érettségik, nagyon lefáradtak a gyerekek, több ifjúsági tagunk van. Nagyon szerettem volna még egyszer, ugye, mert azért nagyon sok most elmegy. Együtt látni őket sajnos nem sikerült, de remélem, hogy a közeljövőben még majd lesz alkalom arra, hogy együtt legyünk újból, még legalább utoljára, mert aki már betöltötte a 18. életévét, az nem jöhet. A turisztika fejlesztése céljából hosszú távú tervek megvalósítására van szükség. Az Élhető Dunapark programban szerepelnek olyan fürdők, várak, kastélyok, ami pont Dunaföldvárra írható. A fürdőnket olyan állapotba hozni, hogy egy nagy befogadó képességű legyen, egy szállóval körbeépíteni, és egy olyan kikötőt szerkeszteni a Dunára, ahol ugye egy évben a Dunán 178 charterhajó megy. Csoportosan több kiállítást is megtekintettek a múzeumok világnapján. Két kiállítást szerettünk volna a figyelmükbe ajánlani. Az egyik Raus Péter Elfeledett órák című kiállítása, a másik pedig a frissen nyílt Bakos András gondolatok című kiállítás. Két csoportot fogadtunk ezen a délelőttön. Az egyik csapat a gimnáziumból érkezett, a másik csapat pedig az általános iskolából, ők vegyes korosztályúak voltak, 5-től 8. osztályos tanulókig vettek részt ezen a programon. Az NB2-es szereplést célozták meg a dunaföldvári kézilabdások. Idén a Bács-Kiskun megyei bajnokság kicsit gyengébb színvonalat képviselt. Függetlenül remélem, hogy abból a szempontból mindenképpen előnyös volt, hogy az új igazolások gyakorolhattak a csapattal együtt, egyre jobban beilleszkedtek, és bízom benne, mert a célunk az, hogy a csapat NB2-be folytassa a szereplést. Mire odáig elérünk, és bízom benne, hogy elérünk, addigra ezek a játékosok minél jobban beilleszkednek a csapatba. Kulcsár Szabolcs, a Dunaföldvár rendőrparancsnokát aktuális rendőrségi ügyekről kérdeztük. A szokásos tájékoztató műsorunkban arra kérem parancsnok urat, hogy a lakosságot tájékoztassa a közbiztonsággal kapcsolatos információkról, illetve mi történt az utóbbi hónapokban a dunaföldvári rendőrösön. Mint a lakosság is tapasztalta, volt egy nagyon érdekes forgalomirányító verseny Dunaföldváron is. Így van, az elmúlt időszakban ugye Dunaföldvár adott helyet a megyei karos forgalomirányító versenynek, hogy mindenki számára érthető legyen. Egyenruhás kollégák, kolléganők forgalmas kereszteződésbe rendőri karjelzésekkel irányították a forgalmat. Mint említettem, ez egy megyei verseny volt, megyei döntős verseny volt. Aki itt nyert, az ugye képviseli Tolna megyét ebből a szempontból egy országos megmérettetésen. Ezt egyébként itt a Hatószalon főútnál a Shell lévő nagy kereszteződésben bonyolítottuk le. Minden kapitányság, minden rendőri szerv a megyéből képviseltette magát. Külön öröm számunkra, hogy a Paksi kapitányság égisze alatt induló versenyzők szerezték meg az első és a második helyezést. Emlékezeteink szerint volt már ilyen verseny Dunaföldváron? Így van. Minden évben van egy ilyen verseny, ugyanúgy, mint szakákonként más is. 5 évvel ezelőtt volt, ugye az a mérvadója ennek a dolognak, hogy hol rendezik, hogy minden évben más kapitányságot helyet, illetve helyszínt ennek a
az adott versenynek. Az elmúlt hónap közbiztonságával kapcsolatos információk közül mi az, amit meg lehet osztani a nézőkkel? Elég mozgalmas időszak áll mögöttünk, illetve előttünk is. Volt bőven teendőnk. Pár dolgot kiemelve intézkedtünk, intézkedés alá vontunk, fogtunk elkövetőket külterületen. Hogy miért említeném ezt? Ugye jön a betakarítási szezon. Kérnék arra mindenkit, aki ott közlekedik, földjei vannak, gazdálkodik, polgárőrökkel, rendőrökkel, mezőrökkel kapcsolatban van, hogy figyeljen, járjon nyitott szemmel. Nagyon sok idegen személy járja a határt. Nem csak fátloknak, hanem lassan, ugye, mint említettem, jön a betakarítási szezon is, gyümölcs szezon is, ezeket is előszeretettel megdézsmálják az elkövetők. Már volt olyan csapat, akit sikerült lefűnálnunk, eljárás alá vontunk, és gyorsított eljárás keretében megkapták azt, amit meg kellett. A másik, ami szintén a külterületekhez kapcsolódik, az emberek ugye, hogyha járják a részt, akkor látható, hogy nagyon sok helyen nem megfelelő módon illegális szemétlerakó helyek vannak. Itt is kérnék mindenkit, hogy egy óvakodjon az ilyen jellegű cselekménytől, tehát ne rakja le a szemetet. Ez szabálysértés rosszabb esetben bűncselekményt okozhat. A másik pedig, aki ilyet észlel, az szintén az adott szakhatóságot, vagy az arra eljáró szervet azt értesítse, és erre intézkedni fogunk. A közlekedés szempontjából egy pár szót. Itt van a jó idő, ez ugye meglátszik abban is, hogy egy picit talán gyorsabban közlekedünk, előkerültek a motorok. Itt mindenkit kérek arra, hogy az adott normák, keretek között használjuk gépjárműveinket, úgy közlekedjünk. Itt is vannak sebesség, korlátozó táblák itt benne a központban, és ugye a 30-as táblára gondolok. Mi továbbra is fogunk élni azzal a lehetőséggel, hogy sebességet fogunk mérni, fogunk ellenőrizni különböző helyen és frekventált időpontokban, mert az a véleményünk, hogy kell. Tehát ilyen kell lenni az utakon, ez egyfajta megelőzés visszaszorítás jelleggel. Mint említettem, több helyen közlekedett vagy következett be baleset, nem csak nálunk, hanem országosan, aki nézi az adott médiákat, és sajnálatos módon ezek között voltak olyanok is, amelyek sérüléssel jártak. Hát lassan itt a nyár, idegenforgalmi szezon kezdete, városunkban is egyre több a turista busz, a kiránduló busz, a kerékpáros turisták jelentek meg. Nyilván ez is egyfajta új szituációkat teremthet a mindennapi életünkben. Így van, erre is próbálunk fölkészülni. Ugye az iskolákat megcélozva a gyermekeket, vagy legyen csak egy mezei polgár, aki ezt használja, hogy jár dolgozni, vagy haza a kerékpárral, ellenőrizzük, felhívjuk a figyelmet, megpróbáljuk az esti időszakba felhívni arra, hogy legyen kivilágítva, illetve ugye amiről beszéltünk is, itt van a kerékpárút, ami örvendetes, hogy megépült, ezáltal talán lesz egyfajta átmenő forgalom, ez azonban veszélyel is jár, erre szintén fel kell, hogy készülni, illetve félig meddig beharangozva a történetet, június első hétvégéjén lesz ugye a Bölcske-Duna-Fölvár közötti kerékpárverseny, vagy túra. Aztán gondolunk el a strand szezonra is, ha bár még nincs igazán fürdőidő, de heteken belül ugye a Dunán is megjelennek a kajakosok, esetleg a fürdőzők, ez gondolom újabb veszélyforrásokat jelent. Így van, mi is megpróbálunk résen lenni, illetve ugye van erre szakhatóság a vízirendészet kapcsán, ugye Pakson Dunajvárosban is vannak, ők nem csak a vízen, hanem szárazföldön is ellenőrzik ezeket az adott szakágokat, hajósokat, illetve ugye nem sokára véget ér maga a tanítás is, iskolai szünet lesz, ilyenkor a fiatalok, a gyerekek is szabadabbak lesznek. Igenis kérném a szülőket, hogy figyeljünk oda, kicsit azért számoltassuk el őket, mint említettük, lemennek strandra, szabad vizekre, itt azért vannak veszélyek. Hívjuk fel a figyelmet erre. Egy-két év óta aktuális téma, hogy városunkat a közbiztonsági szempontokból bekamerázzák. Hogy áll ez a lehetőség napjainkban per pillanat? Hát az én tudomásom szerint maga a tender kiírását követően egy cég nyertes lett ebbe a történetbe, és ő az előmunkákat elkezdte.
az, hogy pontosan határidőbe, illetve tényleg ténykedésbe hogy áll, illetve milyennek a vége, azt nem tudom, mert ezt az önkormányzat koordinálja. Milyen frekventált területeket érinthet ez a bekamerázás, gondolom belvároson kívül esetleg más területeket is? Így van, tehát az én véleményem, illetve akikkel leültünk ez ügybe beszélni, az volt, hogy elsősorban a bejövő utakra próbálunk fókuszálni, illetve olyan részre, ami idézőjelben pontérkép alapján egyfajta fertőzöttség figyelhető meg bűncselekmény bekövetkezése vagy szabálysértés bekövetkezése kapcsán. Persze ezek a helyszínek, ezek változhatnak. Az utóbbi időszakban Dunaföldváron is elszaporodtak azok az esetek, amikor pánikba esett, kétségbe esett embereken kellett a rendőröknek segíteni, gondolok itt elsődlegesen az öngyilkossági kísérletekre. Ez országosan is elszaporodott, vagy csak egy ilyen tendenciaszerűen hirtelen felbukkant jelenség? Nem, az évről évre nő ez az adat, vagy ez a szám, vagy ezek a személyek, akik sajnálatos módon úgymond perifériára kerülnek. Itt azt mondom, hogy nálunk is ugye több esetben ezt úgy hívjuk szaknyelven, hogy biztonsági intézkedést kell foganatosítani, amikor mentővel, vagy egyéb módon beszállítjuk pszichiátriára, vagy olyan ellátást biztosítunk az érintetnek, vagy akár kimentjük mondjuk vízből. Itt azért felhívnám a figyelmet a tekintetben, hogy itt nagyon sokszor a család is egy sarkalatos pont ebbe a dologba, nem kap az illető megfelelő bánásmódot, figyelmet, a rokonok, a hozzátartozók éppen 200 kilométerre mennek, és idézőjelben, hogyha idős, öreg, vagy olyan trauma éri az életbe, akkor nincs kinek kibeszélni, egyedül marad. A másik dolog, hogy a kérdésre válaszoljak, a szám mellett itt azért megfigyelhető az évek folyamán az, hogy vannak bizonyos sarokpontok, mondjuk egy karácsony, egy húsvét, egy olyan ünnep, amikor az idézőjelben a családtagokkal van az illető, ilyenkor megnő ez a szám. Az utóbbi eseteknél gyakran hallottuk azt, hogy éppen a rendőrség közbelépése segítette az illetőn, illetve mentette meg az életét, ez azt hiszem siker a rendőrség számára is. Így van, több esetben volt ilyen, hogy el kellett járnunk, kollégáim úgymond elismerést is volt, amikor kaptak érte, volt, amikor vízből mentettünk ki, volt, amikor a hídról leugró illetőt sikerült megfékezni. Ez is úgy mondom, egy kicsit versenyfutás az idővel. Ha valaki észleli, időbe szól, akkor értelemszerűen nekünk ez a munkánk, teszünk érte, minél hamarabb megpróbálunk ott lenni, ha van mód rá lehetőség, akkor igenis teszünk és megfékezzük, hogy megakadályozzuk ezt a bizonyos dolgot. Az Vöröskereszt világnapja alkalmából tartottak megemlékezést a Dunaparton. A Vöröskereszt helyi szervezete évek óta itt a Dunaparton, a Hősök szobránál emlékezik a Vöröskeresztes világnapra. Kuti Valériával, a helyi szervezet vezetővel beszélgetünk. Valika, mi volt a mai koszorúlázási program menetrendje, forgatókönyve? Hát a világnapnak az első ugye helyszíne mindig a szobor, a szobornál való koszorúzás, ez ami ott ilyen Vöröskeresztes titkár vagyunk, úgymond ez maradt a mi helyünk, és mi mindig itt kezdünk, utána pedig egy kis vendéglátás, beszélgetés, és az idei évben pedig az első segélynyújtó versenyen részt vett gyerekeknek a kis köszönő ajándék átadása lesz még a raktárban. Ezen a kis ünnepségen is sok gyerek fiatal volt, ez azt jelenti, hogy a szervezetnek van utánpótlása? Igen, még egy kicsit családiasra is sikerült ez a dolog. Most ugye most voltak az érettségik, nagyon lefáradtak a gyerekek, több ifjúsági tagunk van. Nagyon szerettem volna még egyszer, ugye, mert azért nagyon sok most elmegy együtt látni őket, sajnos nem sikerült, de remélem, hogy a közeljövőben még majd lesz alkalom arra, hogy együtt legyünk. Legyünk újból, még legalább utoljára, mert aki már betöltötte a 18. életévét, az nem jöhet. Igen, van utánpótlásunk, nagyon jó ifjúsági csapatom volt az elmúlt két évben, remélem, hogy az újoncok is hasonlóan ilyen jók lesznek, mint ők voltak. Hosszú évek óta töltöd be már ezt a tisztséget a Vöröskereszt élén. Milyen változások mentek végbe itt a Vöröskereszt szervezetében, helyi szinten, vagy akár országos szinten az utóbbi évtizedekben?
Hát országos szinten én talán azt tudom mondani, hogy nagyon sok konferencia, nagyon sok megbeszélés, nagyon sok minden volt már, nagyon sok kérés elhangzott már az alapszervezetekről, az alapszervezetektől a megyéhez és az országoshoz is. Igazából ami kéne, amit nagyon szeretnénk elérni, természetesen a véradók megbecsülése, ezeken a dolgokon minél előbb változtatni kéne, mert ott érezhető a csökkenő tendencia. Azt kérdezted, hogy mit érzünk a városban a munkánk alapján. Ugyanúgy csináljuk a szervezéseket, sőt, mi több plakáttal többet megyünk, előbb hirdetünk, többet hirdetünk, és mégis sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy úgymond nem is tudom, hogy helyes szót használok-e, de kiöregedtek a véradóink. Tehát elmúlnak 50 és 60 évesek, jönnek a különböző egészségügyi problémák, amik ugye magas vérnyomás, cukorbetegség, és nem adhatnak vért, és sajnos nagyon nehéz az utánpótlást biztosítani, ezért is szeretnék minél több olyan programot a Vöröskereszt keretén belül, hogy egy kicsit népszerűsítsem magát a Vöröskeresztet is, és ezáltal természetesen a véradást is. A véradás mellett azért sok más programot is szervezhetek az év során, hiszen rendszeres részvevői vagytok a helyi ünnepségeknek, műsoroknak, illetve tábort is szerveztek. Idén is lesz tábor? Igen, az idén is július utolsó hetében lesz a táborunk. Ez még azért nem egészen publikus, és azért nem is hirdettem meg. Újból írtam egy pályázatot, és addig, amíg erről a pályázatról tájékoztatást nem kapok, tehát, hogy kapok-e rá támogatást, addig sajnos erről beszélni nem tudok. A tábor mindenhogyan meg lesz, ugyanis a meglévő ifiket, akik még ifisek, azoknak a képzésük a tábor ideje alatt szokott zajlani, és ezt nem lehet kihagyni. Turisztikai fejlesztési lehetőségekről kérdeztük Takács Zoltánt, a megyei közgyűlés külsős tagját. Takács Zoltánnal beszélgetek egy olyan ügyben, ami egy korábbi képviselőtestület ülésen felmerült, hogy megyei vezetésként és megyei megbízottként egy olyan projektben kapott ő szerepet, ami a Dunamenti és Dunamentén nem csak vízi, hanem szárazföldi utakat is érintő turisztikai fejlesztésekben vesz részt. Egészen pontosan, nagyon átfogóan miről van szó? Ahogy elmondtad, a Tolna megyei önkormányzat elnöki megbízottjaként veszek részt ebbe a projektbe, amiben az egyik fősegítségem Súlyog Balázs úr, a megyei főépítész. Amiről ma beszélnénk, egyetlen egy célja van itt mindennek. A Duna mentén, ugye van egy folyónk, magyarországi 417 kilométeres szakasza, itt a turizmus fejlesztése. A turizmus érdekes az országban, 75%-a a turizmusnak Budapest, 15%-a Balaton, a többin osztozik az egész ország. És innét indult az a gondolat, hogy olyan állapotba kéne hozni a Dunapartot, hogy a turizmus elindulhasson a magyarországi szakaszon. És akkor nézzük szűkebben Dunaföldvárt, itt is nagyon sok elem kerülhet képbe. Milyen módon lehet itt a turizmust fejleszteni? A Dunaföldvári részt érinti, ugye tudjuk, van a Limes rész, a római birodalomnak a határvonala, ami tulajdonképpen a Duna folyama határvonala a római birodalomnak, Németországtól a Fekete-tengerig és Észak-Afrika bizonyos részein. Magyarországon ez 417 kilométeres szakaszt érint. Itt is várható a 2018 körülre, ugye a feltárások után, hogy komoly turizmus indulhat be a római határvonalak megtekintésére. Például a környezetünkben bölcsként található ugye a kőtár, amit valamikor a Dunából szedtek ki, Pakson található római maradványok. Na most ahhoz, hogy ezeket a részeket megtekintsék az emberek, ugyanúgy Komáromba, Esztergomba mondhatnánk, azért olyan attrakciókat kell csinálni Dunaföldváron is, hogy megálljanak hozzá a turisták, és itt kapcsolódna ehhez a Limes programhoz a Élhető Dunapart, magyarul a Duna Gyöngysor című projekt,
amit szintén egy elszakosodott cég szervezésében van, hogy a Dunát, a római határvonalat megtekintőknek valamilyen lehetőséget, szállás, étkezési, pihenési lehetőséget tudjunk adni. A Dunaparti fejlesztésben abban gondolkodunk, hogy Dunaföldvár, az, hogy én a megyét képviselem, de természetesen dunaföldvári vagyok, azért nagyon fontos nekem Dunaföldvár, Bölcske, Madocsai szakasz. Itt Dunaföldváron azt tudnánk elképzelni a megyei főépítéssel egyeztetve, ez a 2020 évi Széchenyi programban erre komoly pénzügyi lehetőségek merülnek, lehetőségek lennének, hogy a fürdőnket egy olyan állapotba hozni, mert az Élhető Dunapart programban szerepelnek olyan fürdők, várak, kastélyok, ami pont Dunaföldvárra írható. A fürdőnket olyan állapotba hozni, hogy egy nagy befogadó képességű legyen, egy szállóval körbeépíteni, és egy olyan kikötőt szerkeszteni a Dunára, ahol ugye egy évben a Dunán 178 charterhajó megy, ami a túloldalon, biztos látták már a televízió nézők, a Révbér pusztánál megáll, hogy meg tudjon állni. Na most, ha már van miért megállni, meg tudjuk állítani a ide látogatókat, akkor abból a város profitálhat. Ugye terveink közt szerepel most elkészülő Soltig levő kerékpárutunkat folytatván Bölcskéig, és Bölcskétől kész a kerékpárut a töltésen egészen Paksig, és ott át lehetne menni a túloldalra, és akkor kialakulna egy kerékpárút körgyűrű, mert Dunaföldváron valaki fölül a kerékpárjára, akkor Solton át haladván a Dunán, vagy Paksnál a Dunán, Kalocsánál visszajön, körülbelül úgy számoltuk, egy 147 kilométeres kerékpárút lenne, de ahhoz ugye egy olyan lehetőséget kell itt Dunaföldváron biztosítani, hogy meg tudjon pihenni, meg tudjon étkezni az illető turista, egy vagy két napot el tudjon tölteni. Ezek az elképzelések egyfajta turisztikai vízió, a források honnan lesznek biztosítva, magyar vagy európai források, és a döntési szint az hol van, megyén dől el, Magyarországon dől el, netán Európa Uniós döntés. Ugye a Limes program, az Élhető Dunapart, a Duna Gyöngycsor program az Örökségvédelmi Minisztériumhoz tartozik. Én a Dunaföldvári szimpóziumra idehívtam dr. Puskás Imre helyettes államtitkárt is. Ez mind a minisztériumhoz tartozik. A 2020-as Széchenyi programokban ez bent van. A világörökség várományosa a Limes. Erre komoly uniós és hazai források várhatók, hogy ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. És ehhez még kapcsolódik, ami Dunaföldváron is, Dunaföldvárt is érinti, a Mária Zarándok út, amiről a képviselőtestület is döntött már fönt a Kálvárián, egy ilyen pihenőhely. Annak is ugye az útvonalát szeretnénk kijelölni, az is egy, akár, ha a szakrális részén kívül azért egy bizonyos szinten turisztikai látványosság lenne. A fő célja az embereknek az együttléte, a településüket egy más szemszögből látják, a határból ránézni egy településre, egy csoportos kiránduláson egész más, mint ahogy hétköznapjainkban bent a településen nem is látjuk a saját településünket. Szóval ezeken dolgoznánk, hogy azért minél többen látogassanak Dunaföldvárra, egy olyan helyzetet teremteni, hogy jól érezzék magukat az itt élők és az ide látogatók. Annak a nagyságrendje körvonalazódott-e, hogy mekkora pénz lesz erre? Úgy számoltuk mi a főépítész úrral, hogy Dunaföldváron azt megtenni, hogy meg tudjuk állítani a turistákat, egy 3 milliárdos beruházásról lenne szó, ezen dolgozunk, hogy ezt nyilván tudjuk ütni. Hát ez nem holnap fog megtörténni, de dolgozunk az 2020-ig. 2020-ig én nagyon bízom bent, hogy ezeket az elképzeléseket
itt Dunaföldváron, aztán természetesen Bölcskén, Madocsán és úgy a megyében is nagyon sok helyütt meg tudjuk valósítani. Hát a külföldi példákból tanulván látszik, hogy ennek nagy jövője van a turizmusnak, a kerékpáros turizmusnak, a vízi turizmusnak, a gyalogos turizmusnak. Szóval nagyon fontos lenne, hogy itt Dunaföldváron is ezeket a lehetőségeket biztosítani tudjuk. A múzeumok világnapja alkalmából ünnepi tárlatvezetést tartottak iskolások számára. A helyi művelődési központ évek óta szervez programot a múzeumi világnapra. De induljunk onnan, hogy mi is a múzeumi világnap. 1977-ben a múzeumok nemzetközi konferenciáján Moszkvában döntötték el, hogy alapítanak, vagy létrehoznak, vagy szorgalmaznak egy napot az évben, amikor a figyelmet a múzeumokra irányítják. Ez május 18-ára esett a választás, és innentől kezdve ünnepeljük, ha szabad ezt a szót mondanom, a múzeumi világnapot. Tulajdonképpen az a célja ennek a napnak, hogy a múzeumokra irányítsa a figyelmet, a múzeumok tevékenységére, hiszen amellett, hogy kiállításokat szerveznek, komoly tudományos műhelyek is egyben a múzeumok, és a letűnt korok tárgyainak, tárgyi emlékeinek is tudásának az őrzői, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és tényleg fontos az, hogy az emberek egy kicsit ilyenkor erre figyeljenek. Sokan összekeverik a múzeumi világnapot a múzeumok éjszakájával. Mi is a különbség? A múzeumok éjszakájáról jóval később született meg a döntés. 1999-ben francia kezdeményezésre indult ez az akció, amikor is egy rendkívül érdekes időpontban éjszaka nyitják meg a kiállítóhelyeket, és az érdeklődők ilyen éjszakai körülmények között tekinthetik meg a tárlatokat. Nagyon sok múzeum csatlakozott már ehhez a programhoz. Kezdetben azt gondoltuk, hogy ez nem lesz ennyire népszerű, de évről évre óriási tömegeket mozgat meg, és évről évre rekordokat dönt a látogatószám, de ez nálunk az idén, Dunaföldváron június 20-án lesz, általában a Szent Ivánéhez kapcsolódik ez a program. Térjünk vissza a múzeumi világnaphoz, milyen programmal vártátok a diákokat? Két kiállítást szerettünk volna a figyelmükbe ajánlani, az egyik Raus Péter Elfeledett órák című kiállítása, a másik pedig a frissen nyílt Bakos András Gondolatok című kiállítás. Két csoportot fogadtunk ezen a délelőttön, az egyik csapat a gimnáziumból érkezett, a másik csapat pedig az általános iskolából, ők vegyes korosztályúak voltak, 5-től 8. osztályos tanulókig vettek részt ezen a programon, és úgy nézett ki ez a program, hogy 20 percet töltöttek az Elfeledett órák kiállításban, és 20 percet itt Bakos András társaságában. Mindkét kiállító a saját tárgyairól beszélt. Kraus Péter bemutatta az általa gyűjtött órákat, amiket anyag forma szerint csoportosított. 3 óragyár termékei láthatók egyébként ebben a kiállításban, és Kraus Péterről érdemes tudni, hogy dunaföldvári származású, ide járt általános iskolába, gimnáziumba, édesanyja mai napig itt él, és aztán tanulmányai után telepedett le Dombóváron, ahol 15 évig iskolai igazgatóként tevékenykedett, és nyugdíjba vonulása után most már a hobbiának él, az óráknak, órákat gyűjt, órákat javít, és ebből a munkából láthatunk itt most egy válogatást. A gyerekeknek amellett, hogy bemutatta az órákat, különleges darabokra is fölhívta a figyelmüket, mint például egy ipari órára, egy pecsételő órára, amit még jó néhány évtizeddel ezelőtt használtak különböző munkahelyeken. A munkások bementek, és egy kartonlapra bélyegezték azt az időpontot, illetve az óra bélyegezte, amikor érkeztek és távoztak, és ez alapján számolták ki a munkaidőt, illetve egy iskolai csengető órát is meg lehet tekinteni, és a foglalkozás végén pedig órafogaskerekekkel lehetett pörgetyűzni, ami a mai gyerekek számára egy újdonság, még az én gyerekkoromban ez egy bevett játék volt, de ma már inkább ilyen pörgetyűvel a kinder tojások belsejében találkozhatnak a gyerekek. Bakos András hogyan fogadta a diákokat, miket mondott nekik el?
Elsősorban arra hívta föl a figyelmüket, hogy mire legyenek tekintettel, ha egy kiállításba mennek, mit figyeljenek meg ott, és természetesen konkrétan beszélt ezekről a munkákról is, hogy milyen eszközöket használ, milyen gondolatok fogalmazódnak meg a fejében egy-egy elkészült alkotás során, vagy egy ilyen alkotói folyamat során, és általában beszélt arról, hogy a különböző művészek különböző módon fejezik ki a gondolatokat, életérzéseiket, a világról alkotott képet, és hát nyilván a táncos tánccal, a színész szóval, a képzőművész, grafikus pedig a képekkel dolgozik, és ezeknek a példáit láthatták itt a kiállító térben. Milyen kiállításokkal találkozhatnak a Várudvarra látogatók, hiszen elmondhatjuk, hogy a legutóbbi Bakos kiállítással teljessé vált a kínálat. Áprilisban nyitottuk Csepeli 70 című kiállításunkat, ami egy nagyon nagy sikerű kiállítás megnyitó volt. Ez a Fafaragó galériában látható, a torony földszinti részén a már emlegetett Elfeledett órák című kiállítást nézhetik meg a látogatók, és most az utóbbi napokban pedig nyílott Bakos András gondolatok című kiállítása, ami az Ispánházban tekinthető meg. Regionális bajnokságot nyertek kézilabdásaink. A múlt évihez hasonlóan kézilabda csapatunk ismét megnyerte a regionális kézilabda bajnokságot, ahol Torna megye, illetve Bács megye csapatai játszottak. A győzelmhez gratulálunk, Orvó Tamással, a csapat technikai igazgatójával beszélgetünk. Ezzel még nincs vége az idei kézilabda szezonnak, hiszen tudjuk, hogy a Torna megyei bajnokság tovább folytatódik. Itt hogy áll a helyzetünk? Jelenleg Torna megyében is vezetjük a tabellát. Azt tudni kell, hogy Torna megyében másfajta a bajnokság rendszere. Itt hétvégente van, és ilyen kupa rendszerbe bonyolódik a bajnokság. Ebből még kettő forduló van hátra. Egy kupa rendszerbe négy mérkőzést játszunk, tehát azt kell mondani, hogy még minden lehetséges. De itt is nagyon nagy esély van arra, hogy végülis az első helyen végzünk a mostani állás szerint. Azt mondanám, hogy nehéz a helyzetünk. Azt tudni kell, hogy a Hőgyész és a Simon Torni MB2-es csapata az visszajátszik Tolna megyébe. Úgyhogy ezekkel a csapatokkal kell megmérkőznünk. A Simon Tornya jelenleg MB2-be kieső helyen áll, és ő mindenképpen szeretné megnyerni a Tolna megyei bajnokságot is, hogy bennmaradhasson MB2-be, úgyhogy nagyon kiérezett küzdelem várható az utolsó két fordulóra. Visszatérve a regionális bajnokságra, veretlenül 100%-os teljesítménnyel nyertük a bajnokságot. Olyan értelemben, hogy még döntetlent sem játszottunk, sőt a győzelmek nagy gólarányúak voltak. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy mi voltunk ennyire jók, vagy a mezőn kicsit gyengébb? Mind a kettőben van igazság. Idén a Bács-Kiskun megyei bajnokság kicsit gyengébb színvonalat képviselt. Abból a szempontból mindenképpen előnyös volt, hogy az új igazolások gyakorolhattak a csapattal együtt, egyre jobban beilleszkedtek, és bízom benne, mert a célunk az, hogy a csapat MB2-be folytassa a szereplést. Mire odáig elérünk, és bízom benne, hogy elérünk, addigra ezek a játékosok minél jobban beilleszkednek a csapatba. A győzelem sorozatunk és a csapat egyik kuriózuma, hogy a sikerekben jelentős szerepet játszottak, szó szerint tínédzser, azaz 10 éves kézilabdások, diákkorú diákok. Tudjuk, hogy a vezetők által nem szoktak még szerint kiemelni senkiket a csapat sikereiből, de gondolom ezek a fiúk mindenképpen megérdemlik a dicséretet. Igen, mint a múlt évben, ebbe az évben is nagyon sok fiatal játékos jutott lehetőséghez a felnőtt csapatba. Jó pár játékos már stabil kezdőjátékosként szerepel. Szeretnék mindenkit említeni, remélem senkit nem vagyok ki. Szauter Zoli, Garda Ádi, Orovan Ándi, Pap Levente, Bihari Dávid, és még jó pár fiatal játékos, aki rendszeresen a felnőtt mérkőzéseken szerephez jut. A fiataloknak is volt külön tornájuk, úgy emlékszem az év során. Ez mit célt szolgált? Ez azt a célt szolgálta, hogy azok a játékosok, akik a felnőtt mérkőzéseken azért kevesebb játéklehetőséget kapnak, azok a saját korosztályos bajnokságokba szerepelni tudjanak, meg legyen az a mérkőzés szám ahhoz, hogy a fejlődésük az minél egyenletesebb legyen.
És természetesen azok a játékosok is ott szerepeltek, akik a felnőtt csapatban stabilan kezdők. Múlt évben is, idén is természetesen felvetődik a kérdés, hogyan továbbról, hiszen amennyiben megye bajnokságot tudunk nyerni, Tolna megyében vagy Bács megyei induló nem lesz, a MB2-ben vagyunk jogosultak ősztől szerepelni. Hogy állunk jelenleg ezzel a problematikával? A szándékunk a bajnokság megkezdése előtt az volt, hogy szeretnénk magasabb osztályba folytatni az igazolásokat. Ehhez igazítottuk, hoztunk 4 játékost, 3 mezőny és 1 kapust, arra készülve, hogy szeretnénk magasabb osztályba szerepelni. A Bács-Kiskun megyét ugye megnyerte a csapat, de itt nem automatikus a magasabb osztályba való indulása. Itt a szövetségnek, a megyei szövetségnek kell javasolni, úgy néz ki, hogy minket javasolnak, de én mindenképpen akkor érezném a történetet kereknek, ha a Tolna megyei bajnokságot is megnyernénk, és mint Tolna megyei csapat lépnénk tovább az MB2-be, de mindenképpen a célunk és a tulajdonos célja az, hogy MB2-be szerepeljünk. Amennyiben ez megvalósul, milyen területi elosztásban, milyen csoportban szerepelhetünk? Hát ez, erről nagyon korai beszélni, itt sok féle dolog befolyásolja azt, hogy hova tesznek. Mindenképpen valamelyik déli csoportban, én úgy gondolom. Az, hogy ez keleti vagy nyugati csoport lesz, de akár még a közép csoportba is tehetnek minket. Attól függ, hogy hány csapat kerül föl, hogyan tudják variálni. Tehát itt mindig nagyon sok szempont, hova kéri magát a csapat. Minden lehetőséget számol vesz az Országos Kézilabda Szövetség, és ez alapján sorolja be a csapatokat. Természetesen a sportot szerető szurkolók ezzel a gondolattal foglalkoznak, vagy játszanak, hogy tovább lépünk MB2-be. Ez természetes is. Kell erősítenünk, vagy ez a gárda elegendő lesz ahhoz a mezőnyhöz is? Nem, én azt gondolom, hogy nem elég. Még mindig nagy feladat az új játékosok beépítése. Én azt gondolom, ez még nem ért a végére, a folyamat végére, de mindenképpen szükséges egy-két olyan meghatározó játékost hozni, akik mérkőzéseket tudnak eldönteni. Képbe vannak valakik? Igen, itt elsősorban irányító posztra szeretnénk igazolni. Ha név szerint kéne említeni, még nem szeretnék ebbe belemenni, korai lenne, de azt gondolom, hogy egy hónap múlva addigra ki kell alakulni mindenképpen annak, hogy ki jön ide játékosként. Köszönjük szépen, és gratulálunk a bajnoki címhez, és remélem, hogy a Tolna megye is összejön. Köszönjük szépen!